Az Európai Parlament petíciós bizottsága nemrégiben tárgyalt arról az indítványról, amely az európai kisebbségeket segíteni. A kezdeményezés célja, hogy nyelvi, kulturális vagy oktatási területen segítse az olyan csoportokat, mint például a határon túli magyarok. Ahhoz, hogy a mentőcsomaggal érdemben foglalkozzon az Európai Bizottság, 1 millió aláírás összegyűjtése szükséges. Kollégáink brüsszeli összefoglalója következik. Eredetileg 11 intézkedést ajánlott az Európai Unió számára az a javaslatcsomag, amelyet polgári kezdeményezésként nyújtott be a FUEN, vagyis az Európai Nemzetek Föderatív Uniója. Köztük olyan pontokat, mint a nyelvi és kulturális sokféleség védelme, vagy az EU-s támogatások módosítása úgy, hogy azok a kis régiókban és a kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára is elérhetőek legyenek. A kezdeményezésről az Európai Parlament petíciós bizottsága tárgyalt Brüsszelben. A magyar képviselők kiemelték, számukra is fontos, hogy erről szabályozás szülessen, hiszen az a Felvidéken, vagy éppen az Erdélyben élőkre is kiterjedne. Utóbbi területről már mintegy 4 milliónál is több támogató aláírást össze is gyűjtöttek. Én is házaltam, mert ugye az emberek kényelmesek, ilyenkor az a biztonságos, hogy az ember bekopog, papírt előkészíti, és akkor így könnyebben megy, és hát az RMDS azt vállalta, hogy 4 milliót összegyűjt, ezt meg is tettük, kicsivel többet gyűjtöttünk, de még nem álltunk le a kampánnyal olyan értelemben sem, hogy minden hétvégén most, ami még hátra van, én is járok, és biztatjuk az embereket, hogy hívják föl, írjanak Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő barátaiknak, rokonaiknak, akik uniós állampolgárok, mind aláírhatnak. Nem uniósok is támogatólag, de az sajnos nem számít bele, és ilyen értelemben a kampánynak még nincs vége. Jó lenne, hogyha ez összejönne, hiszen ha nem jön össze véletlenül, akkor itt 15-20 évre be fogják fogni a szánkat Európában, ha szabad így mondanom, és persze odahaza is. Azért fontos, amit minden magyar ért Romániában, hogy ne lehessen utána büntetlenül minket beperelni kétnyelvű feliratokért, ne lehessen megfosztani az anyanyelv használattól, ne lehessen elvenni a már visszaadott és beindított iskoláinkat, és hát folytathatnám tovább a sort, ugye itt most a rossz tanulókra gondolok, akkor Görögország, Franciaország, Szlovákia, Románia, Bulgária és a balti államok közül főleg Litvánia, ugye ahol ha dupla V van a nevet, bele se írhatod, ők a lengyel kisebbségtől félnek, és hát azért is fontos, mert itt akkor Brüsszel, az Európai Parlament, a bizottság is komolyabban veszi ezt a kérdést, amit eddig nem nagyon vettek komolyan. A kezdeményezés az unió összes kisebbségét segíteni. Becslések szerint minden 7. európai polgár valamelyik történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol érdemben nem foglalkoznak a mentőcsomaggal, sőt folyamatosan támadják azt. Én többször kifogásoltam azt itteni nyugat-európai tapasztalataim alapján, hogy a jólét, az anyagi jólét úgy szétmarja a lelket és az agyat. A tartást nem igazán segíti elő. És ebben a kérdésben is nagyon így néz ki. Én emlékszem azokra a fogadkozásokra 9 hónappal ezelőtt, amikor ez az egész folyamat elindult. Mindenki nagyon optimistán tekintett a folyamatra, hiszen azt mondja a FUEN, és azt mondják a szociológusok, hogy Európában 40 millió embernek van minimum kisebbségi kötődése. Tehát 40 millióból szerintem nem is kellene kampányt csinálni normális körülmények között. Minden embernek azért egy kicsit a szívügye kellene, hogy ez legyen. És főleg az Európai Bíróság döntése alapján, ugye? Tehát az Európai, ne felejtsük el azt, hogy az Európai Bizottság, tehát az Európai Kormány elutasította az egészet. Erre a FUEN, a kisebbségi európai szervezet, az Európai Bíróság elé vitte a témát, és az egyik oldalon volt a hatalmas, nagy magasságos Európai Bizottság Románia, Görögország és Szlovákia támogatásával, a másik oldalon meg volt a kis Dávid, a FUEN,
Magyarország támogatásával, és győzött a Dávid a Góliát ellen. És most a mi kezünkbe kaptunk egy olyan történelmi lehetőséget, hogy tényleg mondjuk el, hogy ezt szeretnénk. Tehát bármelyik európai állampolgár az aláírásával annyit mond el, hogy szeretné, hogy a kisebbségek védelmére egy jogi norma keletkezzen az EU-n belül. Na most azt látjuk, hogy Nyugat-Európa nem tudja hozni azt az aláírás mennyiséget, amennyit vállaltak. Ezért azt látjuk, hogy mi a külhoni magyar közösségek, ez főleg ugye Erdély, tehát a romániai magyarok, illetőleg a felvidéki magyarok, akik már egyébként teljesítettük a kvótánkat, de megyünk tovább, hogy minél több aláírás legyen. És hát most főleg Magyarország polgárait is tisztelettel kérjük, megint csak ott tartunk, hogy nekünk kell az elveket és Európát, a szebbik és a jobbik Európát megmenteni. A kárpátaljai magyarok speciális helyzetben vannak, mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, rájuk nem terjed neki a szabályozás egyelőre. A kisebbségek ügyét azonban ők is tudják aláírásukkal támogatni. Kárpátaljai képviselőként egy sajátos helyzetem van, hiszen a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárként nem részesei sem a Minority Safe Pack által nyújtott, vagy jövőben nyújtott kedvezményeknek, sem ugye az EU-s jogrendszernek. Viszont ha arra gondolunk, hogy a Ukrajna, mint társult tagja az Európai Uniónak, mindenképpen az Európai Unió felé törekszik, akkor azt mondhatjuk, hogy elvárható akár a Minority Safe Pack révén, akár annak a kisebbségvédelmi munkának révén, amit itt az Európai Parlamentben kifejtünk, hogy a jövőbeni kisebbségi, illetve őshonos kisebbségekre vonatkozó egységes Európai Uniós jogrendszer vagy jogi keret majd a jövőben valamikor ránk is érvényes lesz. Másrésztről mondhatjuk azt, hogy a kárpátaljai magyarok a magyar nemzetpolitika révén azért mégiscsak tagjai az egységes magyar nemzetnek, és a kettős állampolgárság révén azért van egy nagy lehetőségünk arra, hogy mégiscsak részt vegyünk ebben a Minority Safe Pack aláírásgyűjtésben, és azok, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal is aláírhatják, és részt vehetnek ebben, támogathatják, hogy könnyebben összegyűjjön az 1 millió aláírás. A Kárpát-medencében élő anyaországon kívüli magyar közösségek nagyon sokszor találkoznak azzal a helyzettel, hogy az adott országok, amelyekben élnek, nem tisztelik a kisebbségi jogokat. És míg a koppenhágai kritériumok azok a csatlakozás előtt álló országok esetében szigorú feltételeket szabnak a kisebbségek jogi helyzetének a rendbetételére, de mégis akik már benn vannak, illetve már túl vannak a csatlakozáson, utána azt tapasztalják, hogy fokozatosan visszavesznek ezekből a jogokból, és akár Románia, akár Szlovákia esetében azt láthatjuk, hogy ott sem ideális a helyzet. Az 1 millió aláírás összegyűjtése után az Európai Bizottságnak érdemben foglalkoznia kell a kérdéssel. A jogrendszer szerint azonban ennél több kötelezettsége nincs a szervezetnek. Az eddig előterjesztett európai polgári kezdeményezések nagy része elbukott a vizsgán. Eleve egy olyan ellenséges beállítottságú szűrőn mennek át a bizottság részéről, amely nem engedi érvényesülni a közvetlen demokrácia eme jeles eszközét, illetve a polgároknak, az európai polgároknak az akaratát, szándékait. Mi kisebbséghez tartozó nemzeti közösségek, ráadásul még egy akadállyal nézünk szembe, és pedig a kisebbségek mostoha azzal a bánásmóddal, amelyben a kisebbségeket részesíti az európai közösség. Nos, ezt a két akadályt kellett meghaladni. Az egyiknél az egyiket úgy sikerült leküzdeni, hogy az Európai Bíróság végül is felülbírálta az Európai Bizottságnak a visszautasító határozatát, és most következik a második nagy akadály, és pedig az, hogy nekünk a mintegy 50 milliónyi
európai polgárt magába foglaló kisebbségi közösségeknek is át kell törnünk az általános közöny és a visszautasítottság falait. Magyarországon a Rákóczi Szövetség vállalta az aláírások összegyűjtését. Bárki, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, aláírhatja a kezdeményezést, ezt akár online formában az interneten is megteheti, de elég bármelyik postahivatalba bemenni, és ott aláírni a gyűjtőívet. Ez egy olyan ügy, amely össznemzeti ügy, hiszen mindegyik politikai tömörülés támogatta ezt a kérdést, tehát ez egy politikai pártok fölött álló ügy Magyarország szempontjából, és ezen felül egy nemzetileg rendkívül fontos kérdés, hiszen a kezdeményezéssel mindösszesen egy perces aláírási procedúrával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a határon túlélő magyarság megőrizze nyelvét, identitását, és egészében megmaradjon szülőföldjén, és ezáltal is tovább színesítse az európai kulturális örökséget. Az Európai Unióban jelenleg mintegy 50 millió őshonos nemzeti kisebbség él, az EU-ban viszont nincsen egy olyan átfogó szabályozás, amely az ő jogairól rendelkezze. A Minority Safe Back polgári kezdeményezés elindítói szerint azért van szükség erre a kezdeményezésre, hogy mindenki szülőföldjén maradhasson és ott boldogulhasson. Ahhoz, hogy ezzel az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon, mintegy 1 millió aláírásra van szükség 7 tagállamból. És az 1 millió aláíráshoz még körülbelül 400 ezer aláírás hiányzik. A Kölcsei Televíziót Erdős József tudósította Brüsszelből.